A körzeti védőnő vizsgálja az egyik tanácsadásra érkezett kislány haját, azt nézi, nincs -e élősködő a hajtöveknél. Nyíregyházán az egészségügyi alapellátási igazgatóság védőnői egy évben háromszor, áprilisban, szeptemberben és januárban végeznek átfogó kampányellenőrzést az óvodákban és az iskolákban annak érdekében, hogy kiszűrjék a fertőzött gyerekeket. A szakemberek szerint ugyanis rendszeres probléma az, hogy a fejtetű megjelenik a gyermekközösségekben. Hit az, hogy a tető kizárólag koszos, elhanyagolt környezetben van, az apró élősködők kifejezetten szeretik a tiszta, dús, hosszú hajat, ahol kedvükre elbújhatnak. A tetőt nagyon nehezen lehet észrevenni, mert az egy nagyon pici állatka, egy ilyen 2 milliméter közötti, viszont serkéket rak le, amik kis fehér korpaszerű képződmények, viszont nem jönnek le a hajról, hogyha megmozgatjuk, tehát mereven odaragadnak. Általában a hajtőhöz közel egy olyan fél centire, egy centire található. Ezeket érdemes keresni, plusz a vakarózási nyomot, mert amikor a tetőcsíp a az viszket, allergiát okozhat, azt vakarja a gyermek, és ezeket a nyomokat lehet látni. Amennyiben a védőnők tetőt találnak egy közösségbe járó gyermek fején, értesítik a szülőket, akiknek kötelességük a tetőírtást elvégezni és erről tájékoztatni a védőnőket. Gyógyszertárban különböző modern szerek állnak a fertőzöttek rendelkezésére, sőt, olyat is lehet kapni, amely megakadályozza, hogy a későbbiek során se költözzenek vissza a hajba a pici élősködők. A szakember szerint jó szolgálatot tesznek ilyen esetben a sűrű, kifejezetten erre a célra előállított fésűk. Fontos, hogy fejtetvesség esetén az érintett egész családjában elvégezzék az írtást, és célszerű magas hőfokon kimosni az ágyneműket és a sapkákat is. Még korábban azok a gyerekek, akiknél tetőt találtak, a fertőzés megszűnéséig nem járhattak közösségbe, jelenleg ilyen szabályozás nincs. A gyerekek fejét nem csak a védőnőknek, hanem a szülőknek is rendszeresen vizsgálni kell. A védőnő azt tanácsolja, minden hajmosásnál érdemes átvizsgálni a gyerekek fejét, és serkeláttán megtenni a szükséges intézkedéseket.